mennyekbe, mondd csak, melyik ajtó mennyekbe. Mi atyán ki vagy a mennyekbe, mondd csak, melyik ajtó mennyekbe. Mi atyán ki vagy a mennyekbe, mondd csak, melyik ajtó mennyekbe. Mi atyán ki... Az van, hogy elcsesztem. A cégemet felvásárolják, kirúgtam a legjobb alkalmazottamat valami dige miatt, aki elcsavarta a fejemet. Meg hát mást is. A házasságom romokban a félrelépéseim miatt. Az adóhivatal vizsgálja a könyvelésemet. És a mocskok találtak valamit. Tegnap adtam be a vállókát. Végre! A férjemmel 3 éve nem élünk szexuális kapcsolatban. Sőt, semmilyen kapcsolatban nem élünk. Tudom, hogy folyamatosan csalt. Van 2 gyönyörű gyerekem, most léptetek elő. Nem vagyok boldogtalan. Nem vagyok boldogtalan. Nem vagyok boldogtalan. Nem vagyok boldogtalan! Sziasztok! Eszter vagyok. 40 éves alkoholista. Sikeres üzletasszony voltam. 15 évig dolgoztam. A karrieremet építettem. Az élettársammal megbeszéltük. Családalapítás a sikerült. Az állásomat elvesztettem. A házamat elárvereztünk. Az élettársam elhagyott meddőségem miatt. Egyedül vagyok. Soha sem mond, hogy túl vagy már mindenem. Soha sem mond, hogy tovább már nincs nekem. Mindig van új és még újabb, hát várd a csodát. Itt vagyok. Mértéktelenül túlfűtötted a kazán. Valóban úgy látszik, hogy szenvedélyed veszélybe hozza az egész falat. Nem ismerette a tűznek varázsát. Ki csak fazék alatt ismered azt. Hiú beszéd! Ezért ma nem ebédelsz. 72. szám. Íme itt. Rendetlenül vagy Ádám. Megőrüléshez voltam már közel, ott hagytam a hiút, ott a műhelyen. E rendbontásért a szobába mégy, s nem élvezed a szép meleg napot. Két perc gyűlölet!
Mire vagytok hajlandók vállalkozni? Sebészeink a felismeretetlenségig át tudják alakítani az embereket. A századok legkiemelkedőbb csúcsán állunk! Tegnap meghalt a tér és az idő! Már a tökéletességben élünk! Megteremtettük a mindenütt jelenlévő sebességet! Égessel a könyveket Kaliban! Pusztítsd el őket mind! Égessel a könyveket Kaliban! Pusztítsd el őket mind! Szőrös kezed folyt a koromba, gyémánt adj belők értelmetlen tündérjátékait! Nincs szükség rájuk! Égesd el a könyveket, Kaliban! Skalapálj vassá! Verj acél belül robbant szerkezetekké! Alakítsá iszonyú fekete óriásokká! Reflektorszemű szénevő gépekké! Hogy amikor elégeted a férges könyveket, kórusban táncoljunk mágiád előtt, és ne tudjuk még sajnálni se, hogy soha többé nem leszünk emberek! Mi a csáki, hogy a mennyekbe voltsak!